Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Elfogadta ez évi költségvetését Dombóvárváros önkormányzata, mely 300 millió forint hiányt mutat. Pintér Szilárd polgármester állami segítséget kért a gazdálkodási egyensúly megteremtéséhez. Szó esett arról is, ha nem az eredetileg tervezett nyomvonalon épül meg az M9-es autópálya, az visszavetheti a térség gazdasági fejlődését is. Elkészült Dombóvárváros 2020 évi költségvetése, mely a 2019-es gazdálkodáson nyugszik, mondta Pintér Szilárd polgármester. Nyilván ebből adódóan nem erről kell titkot, hogy 300 milliós hiányat tudtuk elfogadni. 3,5 milliárdos költségvetésünknek sajnos csak elenyésző százalékát tudjuk fejlesztésekre fordítani. Nyilván, hogy a költségvetés egyensúlyt meg tudjuk teremteni, mi sem tudunk új eszközökhez nyúlni. Az önkormányzat tulajdonát képező, hosszú évek óta értékesítetlen ingatlanjainkat tettük meg a bevétel oldalra, és nyilván annak reményében, hogy ezeket előbb-utóbb el tudjuk majd adni. Természetesen, mint amikor a választások után, most is el kell mondanom, központi kormányzati segítség nélkül nyilvánvári problémát nem tudjuk megoldani, csak elodázzuk. Ami örömhír, és nyilván a költségvetésünket nem fogja érinteni, de mindenféleképpen reményt ad, hogy elindultnak azok a központi állami beruházások, amelyeket ígéretet tettem a választás idején, a térségi szabadidőközpont, a kórház, STK rendelőinek a felújítása, illetve az új mentőállomás megépítése. A közeljövőben a tervezéseket el fogjuk kezdeni, és nyilván aktuális kormánytárcákat megkeresünk, hogy ezt a beruházásokat tudjunk Dombóváron realizálni. A 300 millió forintos hiány csökkentése saját erőből képtelenség, tette hozzá Pintér Szilárd. Erre csak akkor van bármilyen esély is, ha a kormányzat segítséget nyújt. Országgyűlési képviselőnk hétfőn Orbán Viktor miniszter úrnál járt, őt is tájékoztatta a dombóvári problémákról. Nyilván a tegnapi nap folyamán én Pintér Sándor belügyminiszter úr is eljutottam a levelemet. Én azt gondolom, hogy ennél magasabb szinten dombóvár problémájával már nem tudnak foglalkozni. A másik oldalon pedig azt gondolom, hogy a 300 millió forint működési hiány központi kormányzati segítség nélkül továbbra is leküzdhetetlen Dombóváron, hiszen az iparizási adó bevételünket nem tudjuk növelni, hiszen a maximum tartjuk, a lakosság terheit nem kívánjuk tovább emelni, hiszen ellenésző az a kommunális adó, amelyik befolyik, ahhoz képest amennyi hiánnyal küzdik az önkormányzat. Pintér Szilárd beszélt arról a tervről is, mely megváltoztatná az M9-es autópálya eredeti nyomvonalát, kihagyva ebből a Tolna megyei régiókat, így Dombóvárt is. Az M9-es autópálya megértéséhez hosszú évek óta nagy reményt fűz Dombóvár és a térség is, hiszen azt gondoljuk, hogy az ország vérkeringésében csak úgy tudunk bekapcsolódni, és úgy tudunk gazdaságfejlesztési terveket dédelgetni és megvalósítani, hogyha a Dombóvár között van jól megközelíthető. Tekintettel, hogy a 6-os Szekszárd irányába elkerül minket tisztességesen, a 9-es Siófokon elérhető legközelebb, tehát azt gondolom, hogy egy olyan terület közepén maradtunk, ahol a vállalkozókat ide csábítani igen nehéz, hiszen számukra a legfontosabb, hogy az áruk gyorsan és zökkenőmentesen tudjanak mozogni. Nyilván bízom benne, hogy az eredeti nyomvonalhoz vissza fogunk térni, hiszen a számukra nagyon nagy segítség lenne, hogyha a Szekszárdról a 6-osra rá tudnánk menni, illetve 7-es is nagyon közel kerülne hozzánk, és mindenféleképpen autópályás kapcsolattal tudnánk a befektetőket Dombóvárra és a térségbe hozni. Ha ez mégis így lesz, akkor a minimális program, hogy megvalósuljon az a régi terv, mely a Dombóvárt elkerülő út megépítését célozta. Ez lehetőséget teremt a nemrég elkészült 67-es útra való rácsatlakozásra, és így hamar elérhetővé válik a 7-es autópálya, mondta Pintér Szilárd. Hozzátéve, ez valóban csak a B-terv. Januártól két új településsel bővült a Dombóvári Közös Hivatal. Szakcs, Várong és Lápafő mellett Attala és Csikóstöttös csatlakozott az együttműködéshez. Az őszi önkormányzati választás után Szakcs, Lápafő és Várong mellett Attala és Csikóstöttös is a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. Az új önkormányzati törvény, szigorítva a kisebb települések önálló polgármesteri hivatal fenntartására vonatkozó szabadságát, 2013. januárjától kötelezővé tette közös önkormányzati hivatal létrehozását azon községi önkormányzatok számára, melyek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. Ezért hozták meg a döntést, segítve a környező települések működését, hivatali munkáját. Együttesülésükön döntöttek az éves költségvetésről, valamint a megnövekedett feladatok miatt szükségessé vált az átszervezés. Ami fontos, hogy egy gazdasági egységet hozunk létre a két önkormányzat pénzügyi ügyének az intézésére, egy félig meddig önálló gazdasági vezetővel. Ezen kívül, ami fontos, hogy a jegyzői feladatköröket
január és február hónapban én személyesen láttam el a két új településen. Ezt március 7-től a hatósági iroda vezetője, jelenlegi aljegyző fogja ellátni. A polgármesteri és jegyzői iroda, amely korábban polgármesteri kabinetként működött, szintén átalakításra került. Egyes feladatok más irodákhoz kerültek. Az ügyfélfogadási rendet is módosították. A csütörtöki meghosszabbított nyitvatartást megszüntették, mivel az ügyfelek nem tartottak igényt a szolgáltatásra. Nyilván a dombavári szervezeti átalakítások mentén új aljegyző érkezik a hivatalba március 1-től, hatósági iroda vezetőként, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi lekötöttsége mentén, és nyilván dr. Szemes Ádámról beszélek, el tudja látni Csikos Tötös és Atalának is a jegyzői feladatot is, és a mindennapokban aktívan részt tud venni. Azt is érzékeltük, hogy az újon érkező településeknél pénzügyi ügyintézői segítséget kell nyújtanunk, és azt gondolom, hogy megtaláltuk a megfelelő szemét, amely szintén a mindennapokban segít és részhez benne, hiszen már hosszú éveket ezt végzi, és azt gondolom, hogy az a szakmai tudás, aminek az ő birtokában van, hatékonyan teheti Csikos Tötös és az Atala hivatal működését. Mind a hat település polgármestere bízik a hosszú távú hatékony együttműködés sikerében és a konstruktív párbeszédben. Nakon is megrendezésre került a bor és pálinka verseny. Az idei évben kevesebb borminta került a zsűri elé, ez annak az eredménye, hogy a településen már elmúlóban van a bortermelés, a fiatalabb generáció inkább a pálinka készítés fortéjait sajátítja el. Mi lakiak, akik itt élünk, tudjuk, hogy kettő szőlős területe volt a falunak, illetve van is, a mersi és az almási, hogyha végigmegyünk arra, akkor az ember... Hát mindenki persze a szíve szerint, meg a saját érzései szerint, de gyakorlatilag szőlőültetvénnyel alig lehet találkozni. Lász Róbert polgármester helyzetértékelése magyarázatot ad arra, miért is volt kevesebb bor, mint a helyi versenyeken az elmúlt évtizedek hagyományainál. A fiatalok, ahogy a többi régióban is elhangzott, nem szívesen bíbelődnek már a borokkal, sokkal inkább a pálinka készítés felé fordult a figyelem. Úgy gondolom, hogy a 2019-es évjárat a szőlő termésbe nem egy rossz évjárat volt, nagyon jó borokat lehetett készíteni, és itt is látszott az, hogy aki gondosan kezelte és jól készítette el a boraikat, azok igazából kiemelkedő eredményeket is tudtak elérni. Hát az idejében kicsit szerényen neveztek a borversenyre, összesen 18 minta érkezett, 10 fehér és 8 vörös bor. A évjáratnak úgy gondolom, hogy megfelelően érkeztek, tehát voltak kiemelkedő borok, amik az évjáratot jellemezték. Igazából a gyengébb minőségi borok azok inkább kezelési problémákat okoztak, vagy voltak. A fehér borok közül voltak kiemelkedőek, igazából 3 nagyon kiemelkedő fehér bor volt, de ott igazából volt 7-6 aranyérem. A vörös borok azok kevésbé voltak jók, ott is nem az évjárati problémák voltak, hanem inkább kezelési problémák voltak, ott összesen 1 aranyérem volt. A szőlőbor készítés az egész éves munkát kíván, még egyébként a pálinkáknak a száma az folyamatos emelkedést mutat, de hát ez úgy gondolom, hogy egy folyamat, nem csak itt, hanem egyéb településeken is egy tendencia, tehát mindig egy picivel kevesebb a boroknak a száma, egy picivel meg mindig több a pálinkáknak a száma. Ez mutatkozik meg a pálinka minták számában is, hiszen 55-ből kellett kiválasztani a legjobbat a zsűrinek. Ahhoz, hogy ennyi pálinkát az ember úgy meg tudjon kóstolni, hogy hitert érdemlően választ is adjon, ezért nem szabad itt hatalmas kortyokat, centeket, fél deciket meginni, mert hát akkor természetesen berúgnánk. És hát az igazi nagy trükk az abban van, hogy szánkba vesszük a pálinkát, megforgatjuk, és gyakorlatilag egy olyan pohárba, ami hát nem átlátszó, kiköpjük a pálinkát. Annyi íz mindig marad az ember szájába, hogy el tudja dönteni, hogy az egy kimagasló pálinka volt, jó pálinka, közepes, vagy esetleg gyengébb minőségű. Hát igazából a legfontosabb mindjárt a jó minőségű érett gyümölcs. Soha nem szabad éretlen gyümölcsöt beletenni, nem szabad penészes, posat, csak olyat, amit mi is szívesen meg
megenni. Ezt követően ezt a gyümölcsöt meg kell törni, meg kell roppantani, és folyamatosan kevergetni kell. Nagyon fontos, mert ha túlmelegszik az a cefre, nagyon sok értékes illó, illatanyagok távoznak a cefréből. Aztán ezt követően ugye jön a főzés, bizonyos pálinkákat célszerű minél hamarabb kifőzni, mert például egy málnánál, ahol alacsony a savtartalma, az képes hamar megecetesedni, tehát azt érdemes minél előbb. Tehát ilyen kis apró trükkök vannak, de sok múlik azon, hogy ezután a főző milyen technológiát alkalmaz. Azon is sok múlik, hogy egy kész nyers pálinkát az első 1-2-3 hónap során mondjuk hetente egyszer-kétszer kinyitjuk, megszellőztetjük, mert 3 hónapig még fejlődik az a pálinka. És 3. hónap után, ha jót mutat, akkor biztos, hogy jó lesz. A bírálók az év bortermelőjének Erdmann Alexet, míg az év pálinka készítőjének járó elismerést Klesz Csillának ítélték oda. A 2019-es a borkészítés szempontjából az elmúlt 10 év legjobb esztendeje volt, hangzott el a Dombóvári Kertbarátok Egyesülete által rendezett borverseny hivatalos értékelőjén. Kovács János borszakértő szerint ezt a térségben a borbírálatok alkalmával a szakmai zsűri által megvizsgált borminták minősége is bizonyítja. A 36. borversenyre összesen 36 borász 96 mintát adott le. A városi rendezvényprogramban ez a mai est úgy szerepel, hogy kertbarát borünnep. És hát azt beszéltem meg magammal, hogy ez nagyon jó és nagyon találó kifejezés a mai összejövetelünkre, mert ünnepelni jöttünk máma. Ünnepelni fogjuk azt, hogy a 2019-es évben is volt erőnk, energiánk, némelykor egészségünk, sokszor kedvünk is, hogy megműveljük a szőlőnket. Páldi Ede, a Dombóvári Kertbarát kör elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A kertbarátok szervezésében az idei volt a 36. borverseny, ahová összesen 36 borász 96 mintát adott le. Kovács János borszakértő szerint a térségben a borbírálatok alkalmával a szakmai zsűri által megvizsgált borminták minősége is bizonyítja, hogy a 2019-es esztendő a borkészítés szempontjából az elmúlt 10 év legjobb esztendeje volt. Lassan a borversenyek vége felé járunk, a kistérség zömében, a kistérségi településeken megtörténtek a borversenyek, és hát az a vélemény, ami a kezdetben kialakult, hogy a 2019-es évjárat az átlagosnál jobb évjáratnak bizonyult, az bebizonyosodott. Mindenhol nagyon jók voltak a borok, nagyon finomak voltak, gazdag volt a színvilág, az illat és az ízvilággal a boroknak, úgyhogy összességében csak pozitívan lehet nyilatkozni a 2019-es évjáratú borokról. Természetesen, mint minden évben, az idén is akadtak hibás borok, téves borok, amik nem az évjárattól függenek, hanem a boros gazdának a munkájától, és erre felhívtuk a figyelmet, hogy ezt másképp kell csinálni, szíveskedjenek kicsit jobban odafigyelni, és akkor ezek a hibák kiküszöbölhetők lesznek. Az átlagnál lényegesen jobbak voltak a borok, mert a fehér borokból a 35-ből 14 arany lett, 12 ezüst és bronzérmet 9 bor kapott. A rozé borokból a 11 bor mintából 3 lett arany, 3 lett ezüst és 5 lett bronzérmes, míg a vörös borokból összesen a 49-ből 20 minta kapott aranyérmet, 17 ezüstöt és 12 kapott bronzérmet. És volt egy gyümölcsbor is, nagyon finom volt, nagyon kiváló volt, a termelők és a szőlősgazdák most már a gyümölcsborok irányába is kezdenek egy kicsit elmozdulni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a vörösborok minősége egy árnyalattal jobb volt, mint a fehérboroké, és hát az évjárat is a jó évjáratok közé sorolható. Az évek óta csökkenő tendenciát mutató borkészítési kedv országos szinten is tapasztalható. A dombóvári szőlőgazdák közösségében is a 70 év feletti átlagéletkor jellemző. A fiatalabb korosztály életviteléből adódóan nem szívesen áldoz szabadidejéből erre a sokszor időigényes hobbira.
Az idei versenyen az évbora címet Boda István, míg az év borásza díjat Dávid János vehette át. Én az első borversenyen is már részt vettem. Azóta körülbelül 300 érmet, oklevelet kaptam. A évbora elnevezés, kitüntetés, mindegy, hogy minek mondjuk, 2010 óta van. Azóta is nem dicsekvésként mondom, de 11 borom volt már az évbora. De ezek az eredmények nem csak az én érdemeim, családomé. A családom egy része, testvérem is családja, az borjárunk, Ajdacson élnek. Az itteniek, lányom, vejem, fiam, unokáim segítenek ebbe az eredményben, úgyhogy ez egy közös tímnek az eredménye ezek az évek. Borászkodom már lassan 40 éve, sőt több, már 77-ben kezdtem, és a szőlőm az Döbrökösön van, a kurbasai dülőben. Örülök neki, hogy arról a területről, vagy azon a területen termelem a boromat, és vagyis a szőlőmet, abból van ez a bor, és elnyertem az év borászati díját. Boda István fehérbora, Páldi Edek kék frankos rozébora és Visnyei Tibor vörösbora lett kategóriájában az első. Idén is megrendezte a Dombóvári Röplabda Akadémia a Mix Röplabda tornát, melyen 13 csapat mérte össze tudását. A verseny érdekessége, hogy az egyes csapatokban vegyes korcsoportú és nemű sportolók játszanak. Az egész napos programban a fővárosból, Zalaegerszegről, Komlóról, valamint Pécsről is érkeztek versenyzők. Összesen 13 csapat mérte össze tudását. A szervező Dombóvári Röplabda Akadémia 2012-ben indult. Eleinte a mérkőzések baráti társaságok között folytak, ebből szerveződött az egyesület. Az idő előre haladtával az utánpótlás nevelés került a középpontba, és megkezdődött a toborzás a helyi iskolákban. Elkezdtük a általános iskolákba toborozni a gyerkőcöket. Kezdetekben ilyen szerényebb létszámmal, ilyen 12-15 fővel indultunk, és a gyerekekkel volé 20-20 bajnokságba indultunk el, hanem egy remek kezdeményezés a Magyar Röplabda Szövetség részéről. Sajnos így a iskolaváltások miatt, tehát hogy elbalagtak a gyerekek, financiális problémák miatt is, egy időre abba maradt ez az utánpótlás nevelés, és újból 2018-ban kezdtük el komolyabban foglalkozni a kérdéssel. Először egy pesti akadémia segítségével indultunk el országos bajnokságba. Egy csapattal középmezőnyben szerepeltek a lányok. Ezen felbúzulva későbbi években már tudatosabban kezdtük a toborzást. Ennek eredményeképpen ilyen 55-60 főre duzzadt föl a létszáma és egyesületünknek. És most már mind országos bajnokságban, mind ebbe a röpsuli programban, amit már említettem, négy csapattal versenyzünk. Emellett megmaradt a felnőtt szakosztály is, jelenleg 60 főt mondhat magáénak az egyesület, akikből négy csapattal vesztek részt a viadalon, és ők szervezték a mostani versenyt is. A Mix elnevezés onnan jött, hogy az egyes csapatokban vegyes korcsoportú és nemű sportolók játszhatnak. Immáron most már, ugye hagyományosnak mondható, 14. alkalommal rendezzük meg ezt a Mix röplabda tornát. Ugye, ahogy lehet látni is, fiúk és lányok vegyesen szerepelnek a csapatokban. Kikötés az, hogy mindenképpen három lánynak szerepelnie kell. A férfi felnőtt hálóhoz mérte kicsit alacsonyabb hálómagassággal játsszuk a mérkőzéseket. A sport népszerűsége évről évre nő, főleg a női mezőnyben. Dombóváron is próbálkoztak mind szélesebb körben űzni ezt a sportformát. Sport népszerűsége úgy érzem, hogy kezd feljönni az utóbbi években. Tőlünk nem messze nagyobb múltú egyesületek, ugye itt Kaposvárra gondolok, Nagybolyomba is igen aktív röplabda élet van már évtizedek óta. Hát próbáljuk fölvenni a versenyt velük, illetve a fonalat, és mind nagyobb népszerűséget és tömegbázist teremteni a röplabda sportnak. Ha megnézzük a hazai, tehát a felnőtt eredményeket, ott is nagyon szép sikereket értünk el az utóbbi időben, főleg a női mezőnybe, ugye itt a Európa-bajnokságra
gondolok. Férfi mezőnyben még van mit fejlődni, és hát romosan ugye fejlődik ez a sportág is, mind inkább gyorsul. Játékosok erősebb fizikumban rendelkeznek, gyorsabbak, erősebbek, úgyhogy Dombóvár is próbáljuk minél jobban népszerűsíteni a sportágot. Az Egyesület folyamatosan építi kapcsolatait az iskolákkal, hiszen ez jelenti a hosszú távú fennmaradás lehetőségét. Ez a torna is a sportág népszerűségét célozta, hiszen kiderül belőle, hogy minden korosztály számára jó mozgási lehetőséget és jó társaságot biztosít az akadémia. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!